előbb csak tréfának indult, de ma már hagyomány lett belőle. Kitudódott ugyanis Budapesten, hogy egy szlovákiai kis faluban minden év július első hétvégéjén, a falu napján megünneplik, sőt még misét is mondanak hálából azért, hogy sikerült elüldözni az utolsó anabaptista felforgatót a településről. Így ma már csak katolikus közösség lakja a Nagy Lévárdot. De mivel ez kitudódott, a kispesti baptista gyülekezet lelkipásztora, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, dr. Mészáros Kálmán úgy döntött, megtréfálja az ünneplő nagylévárdi közösséget, és egy kisebb baptista csoportot szervezett, akikkel buszra ülve elmentek a falu katolikus miséjére. És hogy még teljesebb legyen a meglepetés, magukra öltötték az anabaptisták korhű ruháját is. Én Kispesten vagyok lelkipásztor, és ott a gyülekezet tagjait kértem meg, hogy öltözzünk habán ruhákba, és lepjük meg az itt élő közösséget, ugyanis minden évben július első vasárnapján arra emlékeznek itt a helyi katolikus közösség tagjai, hogy 1700-as években az utolsó anabaptistát is sikerült ebből a községből, hát így mondom, előzni, és akik itt maradtak, azok pedig rekatolizáltak, azaz visszatértek a katolikus egyházba. És ennek örömére háladó szentmisét tartanak itt a városnak a főterén, szabadtéri istentiszteletet. Én a testvéreimmel, baptista hívő testvéreimmel beöltözve jöttünk egy ilyen alkalommal, leültünk az első sorokba, hát először néztek nagyot az itteniek, hogy mi mit keresünk itt, és kik vagyunk. És én elmondtam, hogy én egyháztörténész vagyok, foglalkozunk a mi közösségünk múltjával, és szeretném a gyülekezetem tagjait, sőt a teológia hallgatóit is egy kicsit beavatni, és történelmi utazást tenni így időben, hogy ismerjük meg ennek a hátterét. Hát így történt az első alkalom, ez már most már egy évtizede, hogy visszajárunk, mindig beöltözünk ilyen korabeli ruhába, habán köntöst veszünk magunkra, a férfiak kalapot, a hölgyek fityulát tesznek a fejükre, hosszú ruhát. Kicsit hasonlít azokhoz az ámisokhoz, akiket látunk időnként a televízióban is, akik megőrizték a régi kultúrájukat, arra gondolva, hogy ez megőrzi a hitüket is. Mi nem ragaszkodunk ehhez, mi nem a kultúrához ragaszkodunk, nem a külsőségekhez ragaszkodunk, mi a Bibliához ragaszkodunk, annak üzenetéhez ragaszkodunk, ehhez szeretnénk szabni az életünket, Krisztus szeretnénk követni az egyszerűségben, az elkötelezettségben, a hűségben. Az egykori anabaptista kápolnából katolikus kápolnát alakítottak ki, ahol a mai napig is szent miséket tartanak. És mivel 10 évvel ezelőtt jól sikerült a meglepetés Nagylévárdon, ma már előre foglalt helyük van a budapesti baptista vendégeknek, akiket az idén is nyitott szívvel, szeretettel fogadott a többségében szlovák katolikus közösség. Naprikasz nášho spasítjéha, a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Oče náš, ktorý si na nebesia, posväť sa, meno Tvoje. A nagylévárdi plébános a mise végén nem csak köszöntötte a magyar baptista vendégeket, hanem szeretettel meg is invitálta a jövő évi misére a kis csoportot. A meghívást elfogadta és meg is köszönte a magyar csoport vezetője, dr. Mészáros Kálmán, baptista lelkész. Most mi egy időutazáson vagyunk. Sme teraz v takom časovom cestovaní. Személy szerint Budapestről jöttünk és Magyarországról többen. Mint ahogy tudjátok, a reformáció után nagyon sokaknak el kellett menekülniük Németországból és Svájcból. Egyetlen bűnük volt, amiért el kellett hagyni a hazájukat, hogy nem gyermekeket, hanem felnőtteket keresztelni. Bolo to, že nie krstili malé deti, ale dospeli.
1540-es években ide jöttek a ti falvatokban, és városaitokban. 1540. roku, plusz mínusz, prišli aj sem do tejto vašej obce. Az akkori népszámlálás szerint közel 100 000 kerestek új hazát. Mintegy 50 községben, itt Szlovákia területén telepedtek le. Itt a ti községetekben is 200 évig nyugalomban éltek. Akkor építették ezt a kedves kis kápolnát. Aztán nehezebb idők jöttek, újból vándorbotot kellett fogniuk, és többsége elhagyta ezt az országot és kelet irányba. Mnohí z nich opustili túto krajinu a pokračovali vo svojom putovaní smerom na východ. Azóta hatalmas egyházzá növekedtek, mintegy 110 millió tagja van jelenleg ennek a közösségnek. Hálát adunk a Jóistennek, hogy megőrzött benneteket és bennünket is. Az elmúlt 10 évben csak szeretetet tapasztaltunk és megértést részletünk. Za úplnulé 10 ročie sme tu pocítili. Isten áldását kívánom az életetekre, Isten áldását kívánom egyházatokra, lelki pásztoraitokra, vašich kňazov, duchovných otcov, és minden résztvevőre. A všetkých vás účastníkov. Isten áldja meg benneteket. Pán Boh nech vás žehná bohate. A falu ünnepségére Ausztriából is érkeztek zenészek, művészek, akik dalukkal az anabaptista emberek életét és szenvedéseit énekelték meg. Szomorú dallamok, keserű emlékezés az ősökre. Az anabaptista zeneszerzők csaknem mindegyike mártír halált halt hitéért. Az anabaptisták kiváló mesteremberek voltak, a társadalom megbecsült tagjai, mégis sokan közülük mártír halált haltak. Egyeseket élve megégettek, másokat vízbe folytottak, felakasztottak vagy börtönbe zártak. Mindez pedig nem másért, mint radikális vallási nézeteik miatt, mivel az utolsó betűig ragaszkodtak a Bibliában leírtakhoz. Az anabaptistákat felforgatóknak bélyegezve nem csak Nagy Lévárdon, de elüldözték mindenhonnan. Előbb a mai Svájc területéről, később pedig az egykori Magyarország, a Kárpát-medence területéről is. A mise után a baptista közösség az egykori anabaptista kápolnában megemlékezett a mártír halált halt, illetve elüldözött protestáns hívőkről. Mi úgy tekintünk az anabaptistákra, mint szellemi elődeinkre, nem egy és ugyanaz a két mozgalom, tehát az anabaptista és a baptista mozgalom nem hozható úgy össze, hogy mi mindenféleképpen jobb utódjai lennénk ennek a közösségnek, de vannak olyan pontjai, amiben az új és az új baptista hitvallás találkozik. Ez pedig az önkéntes, hitvalló keresztség, lemerítés. Ők is vallották, mi is vallottuk. Sajnos, amikor innen eltávoztak legkésőbb 1767-ben, ezt követően még néhány évtized kimaradt, és aztán 1846, amikor az újkori baptizmus megjelenik itt a Kárpát-medencében, és hát itt folytatódott aztán a baptista mozgalom. Mint ahogy hallottátok, nagyon sok mártírja volt ennek a mozgalomnak, mintegy 100 000 embert érintett, akik ide települtek. Tehát ez nagyon nagy szám. És a vezetőit mind kivégezték. Vagy mágia tűzben égették el, vagy megfojtották őket, vagy lefejezték őket, vagy börtönbe zárták, vagy gályrabságra küldték, de folyamatosan üldözték őket. És ma már el sem tudjuk képzelni, hogy mi volt az, ami a hatalom részéről ilyen mérhetetlen ellenszenvet váltott ki. Az a belső összetartás, ami ezt a közösséget jellemezte, ugye ragaszkodtak a hitükhöz, meggyőződésekhez, ragaszkodtak a német nyelvhez, németül beszéltek, házközösségben éltek, ez annyit jelentett, hogy egy családban minimum 10 gyermek volt, hanem 20. Tehát abban az időben nem volt, hogy mondják, ez családtervezés, hanem amennyit adott az Úr, annyi gyermek volt. Persze ez abban a korban elválaszolatlan volt a munkaerő, tehát a gyermekek, sebből gyermekeket befogták a munkába,
és ilyen nagy házakat építettek, mint ahova át fog menni a múzeumban is. Állap két vagy három szintes épületek voltak ezek. Az alsó szinten a műhelyek voltak, különböző iparágakat műveltek, és nagyon magas szinten, tehát nagyon megbízhatóak voltak, nagyon szavahihetőek voltak, nagyon pontosak voltak, tehát a német precizitás akkor is már jelentkezett, és akik értelmesek voltak, és akkor földesúrként vagy nemes emberként megismerte őket, értékelték őket, fölvásárolták az iparcikkeiket, éppen ezért jó módban is éltek. És bárhova menekültek, ilyen udvarokat építettek itt a környékben, nagyon sok ilyen település van, mint Nagylivárd, ahol egy ilyen udvar van középen, ez a főterük, és szakmánként mindegyik ház más és más szakmát művelt. Voltak könyvesek, voltak ácsok, voltak, a kerámia volt a leginkább speciális munkájuk, ezt által vitték az ipari titkot is magukkal, azt nem osztották meg, és éppen ebből fakadt, hogy nagyon jó mesteremberek voltak. De ami legfontosabb volt, a kápolna tartotta össze őket. Óvodáik voltak, iskoláik voltak, foglalkoztak írásvetéssel. Addig, amíg analfabéták voltak a környező falvakban, az alattista gyermekek a Bibliából olvasni és írni tanultak meg. A 18. századi kápolnában a történelmi kitekintés után az alkalmat a magyar csoport közös énekléssel és imádsággal zárta. Ezután ellátogattak, és szlovák idegenvezetővel megtekintették az anabaptista múzeumot is, ahol betekintést nyerhettek a csaknem 300 évvel ezelőtti mesteremberek életébe is. Nagylévár települést elhagyva, a csoport meglátogatott Ószombaton egy anabaptisták által épített vízimalmot is, amely ma már múzeumként fogadja a látogatókat. Ő Luthernek volt a jó barátja. Egy idősek voltak, együtt is doktoráltak. Amikor Luther reformátor lett, azonnal mellé állt, leveleztek elég sokat, és feltétlen hívévé lett Luthernek Huber Balthasar. Mindaddig barátok voltak, amíg ő később Svájcba került, mivel nagy ébredés történt abban a városban, ahol ő szolgált, és az egyház kitette. Úgyhogy Valcsútra került át, ez a Rajna partján van ez a település Svájc és Németország határán, és ott ő anabaptista lett, bemerítkezett, és ő is legalább 300 embert bemerített, emiatt a hatóságoknak a figyelmébe került, és komoly üldözések vártak rá. Svájcban, Zürichben volt az anabaptistáknak a fő tanítási központja, legalább 40 nyomtatásban megjelent kötet maradt az ő munkássága révén. Ma is olvashatóak. Az osztrák hatóság letartóztatta őt, Bécsbe vitték, és nyilvánosan elégették. Megvan Bécsben az a hely, az a tér, ahol mágiát készítettek, és az életét adta az evangéliumért, 1528-ban. A kirándulás az egykor magyar földön lévő Berencs vár romjánál ért véget, ahol a várbörtön bejáratánál ismét egy kis történeti kitekintést tartott a csoport vezetője. Észak-Magyarország 5 nagy vára, egyike volt ez, a Berencsi, és ez kibontotta az utolsó célja, várbörtön volt a legveszélyesebb, társadalomra nézve a legveszélyesebb elemeket gyűjtötték idebe. A várdom tetején ma már egy emlékmű áll. A mártír halált halt anabaptistákra emlékezve, akik a várbörtönben sínylődtek. Néhányukat ezután gályarabságra hurcoltak el. A kereszt alatti emlékműre több anabaptista mártírnak is felkerült a neve, akik egytől egyig magyarok voltak. A történelmi kirándulás közös háladó imádsággal zárult.